Még mindig vízben áll az ukrajnai Herszon egy héttel a kahovkai vízerőműgátjának felrobbantását követően. Mindent elöntött a víz, az utcákat, a temetőt és a szennyvízcsatornák is víz alatt vannak. Ez már ökológiai háború. A súlyos helyzet ellenére van olyan önkéntes, aki csónakkal próbálja menteni a környék kutyáit. Kemények a csaták, de az ellenség pont akkora veszteségeket szenved el, amelyre szükségünk van. Az ukrán hatóságok szerint a délkeleti területeken 7 falvat foglaltak vissza. Ezek között van a Donyecki Makarivka. Egy ukrán közösségi oldalon közzétett felvétel szerint az orosz katonák állásaikat elhagyó társaikra nyitnak tüzet. A felvételt eddig csak az ukrán hírügynökség hitelesítette. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök egy moszkvai katonai kórházban látogatta meg az ukrajnai harcokban megsebesült katonákat. Elkezdjük? Hát persze. Kozel Ferenc a ma reggeli vendégünk a háborús hírek elemzésében. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát talán kezdjük onnan itt a képekkel összefüggésben is, hogy az ellentámadás éppen hogy állt. Talán a Telexen jelent meg egy átfogó elemzés azzal kapcsolatban, hogy bár hivatalos bejelentést az ellentámadásról szombaton tett az ukrán elnök, már is bizonyos elemzések azt mutatják, hogy 15%-a oda vezet a frissen kapott nyugati uniós és amerikai például tankoknak és lövészeknek. Úgyhogy szerint 25-30%. Oké, igen. Ez laikusként egy elég nagy szám ahhoz képest, hogy pár napról beszélünk csak. Hát igazából ezek a tapogatózó támadások, mert ez még mindig nem a fő támadás, most már azért két és fél, három hete zajlanak, tehát kisebb erőkkel, ugye a felvételeken 1-2 tucat eszköz látszik. Ez várható, tehát azt nagyjából mindenki tudta, egyfelől a nyugati technika sem kilőhetetlen, másfelől azt, hogy mivel az oroszoknak bőven volt idejük felkészülni a védelemre, ezért az orosz védelemnek nem nagyon van igazán gyenge pontja. Tehát többször a leggyengébb pontja egyébként pont a Nyeper, illetve a kahovkai tározó mögötti rész volt, ezért kellett gátat robbantani, hogy ott egy jó ideig ne tudjanak az ukránok támadni, tehát ezzel a legkevésbé védett részét a frontvonalnak az oroszok azért pár hétig stabilizálták. Ugye az összes többi részen 2-3-4 sorban még épített mélységi védelem van, és ebben az esetben a támadók előreláthatóan jelentős veszteséggel kellett, hogy számoljanak. De ami viszont egy óriási különbség, hogyha az ember megnézi a kilőtt orosz technikáról, meg a kilőtt nyugati technikáról készült képeket, a nyugati járművek nagyjából egybe vannak. És azok körül nem nagyon vannak holtestek. Tehát a nyugati technika a legfőbb feladatát, hogy védje az emberállományt, azt megtette. Az orosz eszközök jelentős része az van a kezelők is meghal. Az nyilván nem azt jelenti, hogy nincsenek ukrán áldozatok, biztos, hogy jelentős veszteség van, főleg a gyalogság a lövészkatonák között. De sajnos ez a háború ára. Tehát a legnehezebb rész az a védelmi vonal áttörése, amit egyelőre jelen állás szerint az ukránok egy helyen sem tudtak megtenni. De eleve ezért van az, hogy gyakorlatilag 4 különböző irányba nyomnak az ukránok, mert ezzel részben arra kényszerítik az oroszokat, hogy a tartalékaikat 4 különböző helyen szórják szét, és mindenki azt mondja, hogy maga a fő támadás, amikor valószínűleg több száz harckocsi, meg gyalogsági harcszámú fog megindulni, az még mindig nem következett be. Tehát az oroszok még mindig nem tudják, hogy hol kéne a tartalékaikat összevonni. Putyin sebesülteket látogatott meg, és tartott egy lelkesítő beszédet, és ennek során hangzott ez a 25-30%-os megsemmisülési ráta. De hát azt is mondja a gátrobbanásról például, hogy az még mindig azt mondja, hogy ukránok messziről belőttek egy rakétát. Egy ilyen irgalmatlan vasbeton szerkezetet, ami ugye 10 balatonnyi, 10 csurik tele, vagy 20 nyárvégi balatonnyi vizet fog meg. Ezt egy darab rakétával. Én emlékszem egy elemzőre itt, amikor ez történt, amikor ez a gátrobbanás történt, éppen egy élő műsorunk volt, és az itt helyben lévő elemző azt mondta, hogy ő nem zárja ki, hogy ukránok voltak. Akkor még azt mondta. Jó, norvég tudósok mást mondanak, de... Igen.
szeizmológus. Ugye itt azt kell látni, hogy ha egy rakétával, hogy a tüzérségi eszközöket ki lehet zárni. Tehát ott a HIMARS-nak a legnehezebb a robbanó feje, amit az ukránok használnak, az 90 kiló. Az egy ilyen vasbeton szerkezetnek felületi károkat okoz. A tüzérségi gránátok olyan 45-50 kilósak a 155-ösök, és azoknak kevesebb, mint a fele robbanóanyag. Tehát ugye a nagyobbik része a tömegnek az az acélköpenye, a lőszernek a teste. Ugye a Storm Shadow, ami most a legnagyobb hatótávolság, annak is egy 450 kilónyi a töltete. Tehát a robbanás, amikor a levegőből dobok le egy eszközt, a robbanás energia mindig a kisebb ellenállás irányába megy. Tehát felrobbant bármi, annak az energiának az öme elmegy a levegőbe. Viszont, hogyha ugyanezt a mondjuk 450-500 kilót be tudom vinni a gát belsejébe, ott vannak szervizalagoltak meg egyebek, akkor az egész robbanást a gát szerkezete veszi fel. Megígérem, hogy innen folytatjuk. Vigyük le a hangsúlyt, és egy rövid reklám után folytatjuk. Tartsanak velünk. És akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, Kajzer Ferenccel folytatjuk a továbbiakban is. És ugye a gátrobbantás technikai részleteinél tartottunk. Igen. Hogy ezt miért így valósították meg, és önbefolytottam a szót. Igen. Szóval a levegőben bekövetkező robbanásnál az energia nagy része az a levegőbe megy el. Tehát ha becsapódik egy tüzérségi gránát vagy rakéta, akkor a robbanás energiának nagy része, ugye a kisebb ellenállás az a levegő irányába megy el. Ha bent robbantok a vasbeton szerkezetben, ugye szervizalakulatok és egyebek vannak a gátakon belül, akkor teljes energiát a szerkezet veszi fel. Tehát egy 500 kilós rakéta robbanó fej, amiből körülbelül egy 300 kiló a robbanóanyag, nem tudja az ilyen vasbeton szerkezetet érdemben megrongálni. Az ennél jóval kisebb második világháborús német gátakat, amiket a Ruhrvidéken robbantottak, oda 6 tonnás bombákat dobáltak a britek. És abból is 2-3-nak a találata kellett ahhoz, hogy átszakadjon a gát. Viszont ha ugyanezt a mondjuk 500 kiló robbanóanyagot a gáton belül robbantom, akkor a gát biztos, hogy kritikusan megsérül. És ami a legfontosabb, itt ad egy, az oroszok ellenőrizték a gátat, tehát az ő katonáik jöttek, mentek a gát tetején, meg a gáton belül, plusz pont a robbanás előtt lezárták a legtöbb zsilipet, a legtöbb kaput, és majdnem 4 métert emeltek a gát vízszintjén, ugye csapadékos idő volt ott is, tehát direkt fokozták a pusztító hatást. Csak egy kiegészítő kérdés, azt elképzelhetőnek tartja, hogy nem ekkora robbanással kalkuláltak az oroszok, és túlmérték ezt a... Ezt nehéz megmondani. Aha. Ugye az biztos egyébként, hogyha egy picit megsérül a gát, és valahol megbontja a víz, akkor onnantól kezdve az az irgalmatlan nyomás mind szélességében, mind lefelé mélységében növeli a rést. Tehát, hogy ez nem lehet kiszámítani. Tehát egy ilyen szerkezet megsérül, akkor majd, hogy nem olyan, mint az óramű, amiben az egyik fogaskerék kiugrik. Tehát onnantól kezdve a rendszer ledarálja magát. Tehát megsérül úgy a gát, hogy áttör a víz, akkor ott gyakorlatilag a víz elkezdi bontani a maradatot. Na itt vannak ez a te tereped, a harci cselekmény. Az az én terepem. Igen. Nem, valójában olyan értelemben kezdtünk el erről a reklám alatt beszélgetni, hogy szerintem a nézőinket is érdekli, ami laikusként sokat olvasunk most arról, hogy miért annyira nehéz az orosz védelmi vonalaknak a feltörése, és hogy miért arról szólnak a hírek, hogy egy nap alatt, hogyha már pár 10 métert haradnak előre az ukránok, az már nagy dolog. És szintén a Telexik kében volt, hogy úgy kell elképzelni, hogy itt van egyfajta sárkányfog alakú betongulásrendszer, ami megállítja a tankokat, bunkerek, tankcsapdák és lövészárok rendszerek egymás utánjában. Ez vár az ukránokra? Hát az ukránok most ezzel küzdenek, ugye az egész kezdődik aknamezőkkel. Tehát rengeteg élőerő elleni és harckocsi elleni akna. Vannak úgynevezett harckocsi árkok, tehát olyan meredek falú árkok, amin nem tudnak átkelni a harckocsik, mert ugye belefordul, és akkor a tornyával, a lövegcsővel belefúródik. Tehát ugye itt ezért fontos az, hogy az ukránok rengeteg műszaki eszközt is kaptak a nyugatiaktól. Olyan tolólapos műszaki harckocsikat, ami képesek arra, hogy beletoljanak ezekbe az árkokba, földet, meg egyebet, hogy feltöltsék őket annyira, hogy átjárhatóak legyenek, vagy hídvető harckocsik, amik ilyen áttesznek rajta egy elemet. Az a baj, hogy közben végiglövik az ukránokat,
utána vannak a sárkányfogak, ezek ilyen hatalmas, nagy, több tonnás vasbetongúlák, amiknek az a fő feladata, hogy megállítsák, lelassítsák az ellenséges harcjárműveket, mert minél lassabb egy haditechnikai eszköz, annál könnyebb kilőni a páncéltörő eszközöknek. Utána megint van egy kis aknamező nagyon sokszor, és akkor jönnek a lövészeknek, a gyalogos katonáknak a lövészárka, ahonnan ők páncéltörő rakétákkal, automata fegyverekkel lövik a támadókat, és ha ezt áttörték, akkor hátrébb még vannak reteszállások, ahol szintén, ma nem az egész frontvonalon, de ilyen kisebb, rövidebb lövészárok szakaszokban vannak védekező erők, és a legfontosabb irányokban gyakorlatilag ugye az Azovi-tenger felé, az ukránok fő cél, logikus célpontja lett, ott nem egy ilyen védelmi állás van, hanem van, ahol 2 meg 3. Tehát ezt többször meg kell ismételni. Lemaradtál róla, már a folyosón elkezdtünk beszélgetni Ferenccel, arról, hogy ugye az oroszok létrehoznak egy üzemet, ahol az iráni technikával próbálkoznak minél nagyobb számban előrukkolni, és hogy kiderült egy turpisság az ügyben. Igen, most éppen áll a bál több brit egyetemen, köztük olyanokon is, mint az Oxfordi meg a Cambridge-i, mert közös, ugye az egyetemek nemzetközi együttműködésben rengeteg közös programot futtatnak, és több közös program derült ki az iránok, hogy hatékonyabb könnyű motor, hatékonyabb könnyű gázturbina, és ezek úgynevezett kettős felhasználású termékek, és kiderült, hogy egyik másik ilyen közös iráni meg brit kutatásból lett hatékonyabb motor az iráni cirkáló lőszerekbe, vagy közismertebb nevén öngyilkos drónokba, amiket Irán jelenleg nagy mennyiségben szállít az oroszoknak, sőt, ugye gőzerővel zajlik egy ilyen Shahid dróngyárnak az oroszországi felépítése, közel vannak a készhez. Tehát... És kiderült, hogy ebben a technológia akkor nyugat-európai részben, egyébként. De egyébként más egyetemeknek is vannak ilyen fejlesztése, hogy rengeteg nyugati eszköz vesznek meg, hogy az oroszok továbbra is hozzáférnek egy csomó nyugati chiphez, meg egyebekhez, mert kazah, kirgiz, üzbék, tadzsik, vagy kínai fedőcégeken keresztül importálják őket. Tehát egyik pillanatról a másikra egy csomó orosz cég hirtelen kitelepült Kazasztánba, vagy ott létrehozott egy fedőcéget, arra pedig egyelőre még nincs embargó. Tehát azért megvannak sajnos azok a módszerek, amivel ezeket az embargókat meg lehet kerülni, és itt Irán rendkívül hasznos tanácsokkal tudja ellátni az oroszokat, hiszen Irán ellen már 79 óta életben vannak ezek az embargók. Ha már fegyverek, akkor ezen a vonalon haladva tovább, mit jelent az, hogyha egy fegyver szegényített uránt tartalmaz? Mert ezzel kapcsolatban is fellángolt egy vita, hogy Putyin azt mondta, hogy akkor ilyeneket fognak bevetni. Ezt előzetesen az amerikaiak lengették be először. Legelőször egyébként a britek mondták, hogy a Challenger harckocsikhoz adnak szegényített urán lőszert. Az oroszok ezen vére teljesen kiakadtak, nagyon sokan mondták, hogy by the way, akarom mondani, természetes módon az oroszoknak is van ilyen lőszerük, ugye ez nem fog robbanni. Ugye a szegényített urán az urán 238-asból áll, ami nem hasad, tehát a nukleáris robbanóeszközökben mesterséges urán 239-es, közismertebb nevén plutónium van, vagy a természetben ritkábban előfordul urán 234 meg 235. A szegényített urán lőszer az uránnak azt a tulajdonságát használja fel, hogy az urán iszonyatosan sűrű. Tehát majdnem kétszer olyan nehéz, mint az ólom. Tehát egy borzasztó nagy tömegű eszközről van szó, tehát a lövedék teljes kinetikus energiáját egy azon belül lévő dárda veszi át, amivel akár 1700-1800 méter per szekundumos torkolati sebességet lehet elérni. Elmegy a lövedék, ledobja ezt a köppenyt, marad ez az urán dárda, és amikor ez becsapódik, akkor a kinetikus terhelés éri, hogy plazmává válik, és gyakorlatilag átolvasztja a páncélt. És ugye ez nem fog robbanni, ezzel az a baj egyébként, hogy az urán, mint az ólom, nehéz fém, és mint minden nehéz fém, iszonyatosan mérgező. Tehát itt nem nukleáris szennyezésről van szó, nem fog megnövekedni például a háttérsugárzás azokon a területeken, ahol szegényített uránlőszert használnak, hanem nehéz fémmérgezési tünetek lesznek. Tehát ez egy veszélyes dolog, de hozzá kell tenni, hogy az oroszok használtak ilyet Csecsenföldön, az amerikaiak használtak ilyet
Irakban használtak. Milyen környezetben, mekkora, nem tudom, sokat. Hát mivel ez egy borzasztó nehéz anyag, ezt úgy kell elképzelni, hogy a becsapódástól számított 3-4 méteres körzetben ilyen fehér por formájába kiül. Tehát Irakban úgy nézett ki a mentesítés, nem teljesen megfelelő módon, hogy hatalmas mennyiségű homokot rátoltak, az kész. Tehát, hogy ezt lehet mentesíteni, ugye a szerbeknek ezzel meg kellett küzdeni, mert a 99-es koszovói légi csapásoknál a harci helikopterek, meg a csatarepülőgépek is használtak jóval kisebb 30 mm-es gépágyú lőszerbe, ilyen urántűket gyakorlatilag, mert abban egy... tehát ott azt mentesíteni kellett, ott a felső földréteget lekaparták, és veszélyes hulladék tározóba kellett tenni. Köszönjük szépen! Köszönöm. Nagyon érdekes volt.